Nem vagyok egy ilyen underground lány, tehát hogy így nincsenek ilyen nagyon különleges nézeteim, vagy elvetemült nézeteim, ami miatt úgy támadnának, vagy amivel csak én értenék egyet. Sziasztok! Ez egy elég különleges villámkérdés lesz, főleg azért, mert a legfiatalabb interjú alanyommal lehetünk itt, ami nekem egy kihívás volt, mert hogyha most vagytok itt először, azt kell tudnotok, hogy ezek fix kérdések, és mély átütő válaszok, elemezzük az embereknek az életútját, gondolatait, trükkjeit, hogy hogy jutottak oda arra a szintre, ahol vannak. És Bogi, Dallos Bogi a vendégem. Sziasztok! 20 éves vagy, illetve amikor kimegy már 21, úgyhogy boldog születésnapot. Köszönöm, igen. És így át is kellett dolgoznom néhány kérdést. És az elsőre egy bepörgetésnek arra gondoltam, azt kérdezném meg, hogy spontán vagy tervezett? Spontán, inkább spontán. Bár sok dologban megtervezős vagyok, tehát hogy úgy nem tudom egyértelműen rámondani, a spontán dolgokat jobban élvezem, jobban szeretem. Például mondjuk egy buliba tudok belegondolni, hogy a szilveszter, mivel az ilyen nagyon tervezett buli, annak úgy nagyon jónak kell lennie, az általában sosem olyan jó, mint egy olyan buli, amikor csak random összefutunk néhány barátunkkal a városban, és életem estéje. És tehát, hogy egy most egy ilyen fura példát tudok erre hozni. Sok dologban viszont tervezett, tehát hogy nagyon tervezős lány vagyok, az utóbbi időben egyre tudatosabb, kézzel írogatok a kis naptáramba minden egyes időpontot, tehát hogy ebben viszont... És kézzel írod? Igen, tehát hogy én nem jegyzem meg azt, amit mi mondjuk ez az a telefonom... Nem tudom. Két évvel ezelőtt vettem magamnak egy naptárt, előtte nagyon szétszórt voltam. Soha nem értem oda sehova, nem láttam át a dolgaimat, anyukám mondta, hogy hol, mikor kell ott lenni, és szerintem ez valahogy az én felnőtté válásomhoz így hoz, bár most se vagyok még felnőtt, de hogy így ennek a része volt, hogy igenis meg kell tisztelni a másikat azzal, hogy pontos legyek, ott legyek, és talán ez a legfontosabb része ennek a szakmának, vagy az életnek. És vagy nem. Te is kell, hogy tényleg itt voltál teljesen időben, hogy én úgy készül. Szültem nyilván, hogy legyen ráhagyás, úgyhogy amit, szerintem az nagyon fontos, hogy amit valaki mond, úgy is cselekedjen, és ez teljesen így van. Mit tanácsolnál a mostani fejeddel, és ez az átdolgozott kérdés, hogy most a 20-21 éves fejeddel, a 14 éves önmagadnak mit tanácsolnál? Annyit tudtam, hogy nagyon-nagyon szeretek énekelni, de nem én írtam még a dalszövegeket, nem én találtam ki az énekdallamokat, és ez szerintem így is volt jól. Tehát kell egy idő arra, hogy valaki megérjen, hogy legyenek mondjuk önálló gondolatai, vagy érezze arra az igényt, hogy ő alkosson valamit. Igen. Viszont talán azt tanácsolnám, hogy türelem, mert hogy én így nagyon-nagyon akartam. Türelmetlen voltál? Igen, egyből akartam mindent, és nagyon túl gondoltam a dolgokat. Szóval, hogy én arra jöttem rá, hogy nem is kell túl gondolni, hogy a dolgok úgy megoldják magukat, és hogy nyugodtabban kell hozzáállni az egészhez, mert minden akkor történik, amikor ott van a megfelelő idő. De ezt tudod alkalmazni is most 20-21 éves fejjel? Mostában abszolút. Tehát, hogyha mondjuk kapok egy visszautasítást, vagy nem jön össze egy olyan lehetőség, amit nagyon-nagyon szerettem volna, akkor ezt úgy fogom fel, és ez lehet, hogy ilyen tök klisé dolog, de én úgy állok hozzá, hogy nem itt volt az ideje. És hogy 2 év múlva, vagy 3 év múlva összejön, és akkor sokkal jobban fogok kijönni az egészből, mint hogyha most mentem volna mondjuk bele. Szóval... Ez nagyon egészséges. Olyan tanácsot adnál a 14 éves önmagadnak, amit a 40-50-esek adnának a 20 éves önmaguknak, úgyhogy már ennyivel is előbbre vagy. És próbálok mindig alázatos maradni, és pozitívan, meg nyitottan hozzáállni a dolgokhoz. Én azokat tisztelem a legjobban, akik minél nagyobbak, annál az alázatosabbak. Igen. Küldjünk egy üzenetet a jövőbe. Úristen! A 30 éves önmagadnak mit javasolsz? Találkoztok most, van valahol. Ugye én győri vagyok, nagyon sokat ingáztam Győr és Pest között. Igen, azt tudom, egyfajtában jöttél fel, hogy építs magad. Tehát, hogy itt sok dolog kimaradt abból, ami mondjuk másnak alapvető dolog volt, és én így a háztartás körül szeretném, hogy megtaláljam a helyem, és mondjuk jó háziasszony lehessek már 30 évesen, amellett, hogy egy mondjuk jó üzletasszony és zenész, vagy nem tudom, hogy ez így működik együtt. Igen, majd fogunk dumálni, hogy milyen részei vannak az etenek, de a 30 éves Bogi már lehet, hogy anyuka rendszerető, baromi jól főz, igen, és ezt tanácsolta, hogy remélem nézi. Tehát, hogy amellett nem marad. Szeretnék ilyen izé lenni, ilyen,
nem tudom, megkövült, vagy maradik. Nem kell vagy... Remélem. Említetted az anyukádat. Mm-hmm. Van valami olyan tanács, amit kaptál a családodtól, és mai napig elkísér, és úgy érzed, hogy az egész életedben el fog kísérni? Hú, most hirtelen ilyen kis apró tanács jutott eszembe a nagymamámtól. Ő a sminkelésben adott nekem egy tanácsot. Sminktippek még nem voltak. Na, tehát, hogy most én ilyen kis aranyosabb vizekre veznék ezzel. Ő azt mondta, hogy Bogikám, szerintem nem kell túl sminkelni egy nőnek magát. Elég, hogyha annyit csinálsz, mert az én fiatal koromban annyi volt, hogy megcsípkeded egy kicsit itt az arcodat, megharapdálod a szádat, és már is kész a smink. És az a durva, hogy amikor mondjuk nem sminkelem ki magam, én ezeket ezt alkalmazom. Tehát, hogy ez egy jó tanács volt tőle, mert megcsípkedem magam szájára, és már is úgy jobb az állapot. Most csípkedted magad? Most sminkeltem, a tisztelet. Köszönöm szépen, mert van egy alap, mindeteg nem túl erős. De... Nem túl erős, egyébként én ilyen natúrabb lány vagyok. Anyukámtól, amit látok, az a kitartás. Az én családom, most már vállalkozók a szüleim mindketten, de hogy ha fogalmazhatok, így viszonylag mélyről jöttek, vagy nem túl jó anyagi körülmények közül. Például apukám vendéglátásban dolgozott 20 évig. Ő volt mondjuk az a diák az osztályban, aki nem tudott elmenni az osztálykirándulásra, mert nem volt annyi pénze mondjuk a családnak. És mostanra felépített egy olyan vállalkozást, hogy csak kapdosom a fejem, és rengeteg országban jelen vannak. Tehát, hogy nekem ez az a minta, amit követni szeretnék, és azt látom mondjuk apukámtól, hogy akárhányszor bemegyek a cégükhöz, hogy ő egy jó főnök, akit úgy szeretnek az alkalmazottak, aki poénkodik az alkalmazottakkal. Pozitív példája volt, mert például a Détolt Kiszta meg pont az ellenkezőjét mondta, hogy ő azt tanulta meg, hogy milyen nem akar lenni. Igen. Hát pont láttam amúgy a Krisztával is a beszélgetésedet, szóval ezek azok a minták, amiket én így látok a családomból, és igyekszem követni. Van olyan dolog, amiben te hiszel, de mindenki más hülyének néz ezért? Vagy nehezen tudod bizonyítani ezt a dolgot? Úristen, ezt nem tudom, hogy elmondjam-e. Szóval egy időben én nagyon ráparáztam az Illuminátira. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy miről beszélek. De hogy nem is tudom pontosan, hogy mi az. Aha. Meg ezek a szimbólumok, tudod, igen, amiket igen. Így a háromszög, meg nem tudom, ördögszarvak, meg ilyenek, és akkor így videoklipekben így keresgettem így ezeknek a jeleket, meg jelentéseit, meg ilyesmi, és akkor így a baráti körömben ezt így magyaráztam. Meg ugye én nagyon szeretek így nyomozgat, imádom amúgy a thrillereket, krimiket, meg ugye az életemben is úgy szeretek kinyomozgatni dolgokat. Tehát, hogy én azért ilyen csekkolgatós lány vagyok. De nem stalker. Várjál, most meg kell nézni, hogy mi történt. Nem, meg egyébként egyáltalán nem vagyok féltékeny típus, tehát elkapcsolatban sem. Viszont úgy nem azt mondom, hogy pletykás vagyok, de szeretek így utána menni dolgoknak, vagy úgy kitalálni, hogy na, ők most így együtt, vagy nem, tehát, hogy... Szabadkőművességgel válnod, és már bizonyítod is, hogy... Úristen, nem akarom! Szóval így ez, de egyébként szerintem nem vagyok egy ilyen underground lány, tehát hogy így nincsenek ilyen nagyon különleges nézeteim, vagy elvetemült nézeteim, ami miatt úgy támadnának, vagy amivel csak én értenék egyet. És ennek a fordítottja, tehát hogy van olyan dolog, amit látsz a világban, és sokan igen, ez így van, az úgy van, de te egy baromságnak tartod ezt. Én egészségesen táplálkozom, meg az egész családomban van jelen van az egészségtudatosság, de az ilyen elvetemült dolgokat én nem szeretem. Tehát, hogy mondjuk 50 napig valaki csak vizet iszik, meg ezek a folyamatos tisztítókúrák, meg hogy tökéletesnek kell lennünk, tehát, hogy én ez ellen megyek talán. Amellett, hogy egészségtudatos vagyok, szerintem abszolút beleférnek olyan napok, amikor bűnözünk, meg nem tudom, úgy engedjük azt, hogy jól érezzük magunkat, és például ami mondjuk felidegesít, azok talán az instalányok, vagy azok a lányok, akik így a tökéletességet próbálják mutatni, de közben amúgy tökre nem érzik jól magukat a bőrükben. Én azt gondolom, hogy ezek tök fontos dolgok, mert nem az, hogy rosszul nézzünk ki, vagy hogy mondjuk másnak ne tetszünk,
hanem az, hogy emberek vagyunk, persze. És hogy nekem vannak olyan napjaim, igen, amikor mondjuk pattanásos a bőröm, vagy amikor nem érzem jól magam a bőrömben, de annak ellenére szerintem ezt ugyanúgy meg kell mutatni, vagy hogy így ezen nem kell ennyit pörögni a külsőségeken. Szóval talán igen. Ez az, ami egy kicsit zavar az emberekben, hogy egyik oldalról próbálják azt mondani, hogy fogadjuk el magunkat, másik oldalról meg pont egy ilyet kapunk, hogy miért nem néztél ki jól, mert hogy azt az imidzset kéne közvetíteni. Szóval talán ez. Két üzenetet látok. Az egyik tényleg az, hogy ami vagy te, azt reprezentálod, bárhogy is működik ez, és megint az, amit mondasz, az a cselekedettel nekem összevág, mert amikor ugye csináltuk a kis selfish, meg motivációs, mint a glamour gálára készültél, akkor még kérdezted is, vagy beszéltük, hogy hát de még mackóruhában vagy, hogy még átöltöz, és pont az volt, az persze bevállaltuk, miért ne, hát ja, igen, ez volt szerintem ez nagyon fontos. Én imádom a kényelmes ruhákat. Van olyan dolog, amit cikinek érzel magadban? Ó, persze, rengeteg. Például amire sok negatívat kapok, de sajnos nem hiszik el az emberek, hogy ösztönös, az az iszonyatos gesztikulálás. Tehát, hogy majd, hogyha visszanézzük ezt a videót, én, mint egy ilyen pantomim művész úgy beszélek. Vagy olasz gyökerek vannak valami. Én nem tudok róla, de lehet. Szóval, hogy ezt egy kicsit olyan cikinek értem, amikor visszanézem. Igen, tehát én nagyon-nagyon erősen gesztikulálok, akkor néha a humorom az ilyen túlironikus, és nem mindig értik meg elsőre, és azt gondolják, hogy nem vagyok jó fej. De az a legjobb, amikor te annyira vagy ironikus, annyira vagy szarkasztikus, hogy igazából a másik nem érti, hogy te most ezt csinálod. Szóval, nagyon komoly fejjel. Szóval ilyen. A hajamat sem szeretem, mindig közben egy mentő, nem tudom, megvárjam. Meg léci. Perc néma csend. Igen. Az orrommal sem voltam egy időben kibékülve, hogy túl nagy, vagy nem tudom, tehát hogy így mindenkinek megvannak a maga problémái, de nem változtatnék rajta. Tehát, hogy azon így sosem gondolkoztam, hogy mondjuk plasztika, vagy ilyesmi. Nem mondom azt, hogy későbbiekben, hogyha mondjuk 50 vagy 60 éves leszek, és úgy nem tudom, hogy fogom viselni az öregedést, mert még csak 20-21 éves vagyok. Tehát, hogy én nem vetem meg az ilyet, nem vetem meg azt, aki mondjuk plasztikáztat azért, hogy jobban érezze magát a bőrébe. Viszont ez a hangsúly. Viszont azt megvetem, amikor mondjuk 20 éves lányok csak azért, hogy nagyobb melleik legyenek, megcsináltatják a mellüket. Szóval, hogy ezek. Nyilván nekem is megvannak a problémáim magammal, de próbálom elfogadni úgy, ahogy vagyok. Nagyon fiatalon értél el tök jó sikereket. Mik tudsz-e, ahogy visszanézel, azonosítani olyan főpontokat, ami által ide jutottál? Talán az a fő tanács, hogy olyan emberekkel vegye. Ezt már azt hiszem, hogy mondtam neked a glamournál is, hogy olyan emberekkel kell, hogy körül vegye magát az ember, akik inspirálják, akik motiválják, akik felhúzzák. Suliban is tök fontos volt, hogy helytáltam, hogy ott maradtam, hogy vizsgáztam, felelni bármikor kihívhattak, hogy megmaradjanak azok az értékek, vagy megmaradjak tininek ugyanúgy, mint egy énekesnek, és el tudjam szeparálni a kettőt. Főbb momentumai annak, hogy mondjuk eljuthattam ide, az pedig az volt, hogy apukám nem adta fel. Most ez ilyen hülyén hangzik, hogy ezt mondom, mert olyan, mintha ő pusolta volna ezt az egészet, de hogy én ilyen nagyon félős voltam az elején. Nyilván szerettem magam megmutatni, meg egy kegyerek vagyok, tehát minden karácsony általában abból állt, hogy én műsoroztam, meg énekeltem, meg nem tudom, produkciókat adtunk elő az unokatesóimmal, de hogy apu volt az, aki úgy, talán az első menedzserem, vagy nem tudom, ilyen furán hangzik, aki úgy bármilyen társaságban voltunk, ilyen tök büszkén mesélt, hogy és a Bogi is énekel, vagy elkísért még az első énekversenyemre, és levideózta, azt felkerült a YouTube-ra, és egyébként így talált meg engem egy zenei menedzser. Tehát, a YouTube volt a egy YouTube, moment. Igen, mint mondjuk ez a Justin Bieber story, igen, tehát igen, hogy igen. Kb. Az, és a YouTube-nak emiatt én tök sokat köszönhetek, meg apunak is. Tehát, hogy szerintem fontos azért a családból is az a támogatás, hogy ne elzárkózzanak mondjuk, hogy
Én amikor előjöttem ezzel, hogy így a zene érdekel, sosem mondtam azt így a családomban, hogy én énekesnő szeretnék lenni, hanem valahogy ez úgy látták az utamat, és támogattak. Szóval tök fontos, hogy bármit akar csinálni a gyerek, szerintem a szülőknek azért támogatnia kell. Legyen egy támogató azt, legyen, környezet. Ne legyen egy elzárkózás. Tehát, hogy ők nagyon nyitottak voltak a zene iránt. 9 évesen már Sziget Fesztiválra vittek, meg mindenhova, meg Belga, meg Európa kiadó koncertre apukám. Szóval, hogy ez a nyitottság szerintem tök fontos volt a részükről, és talán emiatt, illetve még az is, hogy nagyon sokat voltam felnőttek között, tehát, hogy ők sosem mondták azt, hogy most ez gyerek téma, most te menj be a szobádba, hanem úgy mindennek mindig a részese voltam, és emiatt lehet, hogy nem azt mondanám, hogy koravén, de hogy érettebb lett a gondolkodásom, és volt. Úgy megállom magam, megállom a helyemet úgy felnőttek között. Talán. Van olyan idézet, kedvenc idézet, ami mentén éled az életed? Egy időben imádtam Demi Lovatót egyébként, meg az ilyen Disney-s korszakomnak ő egy abszolút a része volt, és ez a Stay Strong időszak, ez nekem nagyon-nagyon... Nekem Ellen DeGeneres hitvallása az amiben én hiszek. Tehát amit ő közvetít a műsoraiban, nekem bármennyire rossz kedvem van, én leülök a YouTube elé, megnézem az ő interjúit, epizódjait, és jó kedvem lesz. Tehát, hogy az, hogy adjunk, hogy támogassuk az embereket, hogy közösen tudjunk örülni a sikereknek, nekem ez tök fontos, amit én nála látok. És ez nem mondható hitvallásnak, de az ő üzenete, az, amit ő képvisel, az számomra végtelenül inspiráló. Én igyekszem nagyon tájékozott lenni, tehát hogy én mindent megnézek, a trash műsoroktól elkezdve, a politikai beszélgetéseken át. Nyitott vagy, kíváncsi vagy, akár az Illuminátuszig is el lehet menni. És ezáltal megtalálod azt, aki te vagy. Igen, igen, igen. Van olyan könyv, amit sokat ajándékozol? Van egy könyv, amit most nagyon szeretem. Én Agatha Christie rajongó voltam. Tehát, hogy én imádtam a kis könyveit olvasni így nyaralások alkalmával. Mostanában sajnos kevesebb időm van olvasni. Van egy Nicholas Sparks-nak, én ilyen kis romantikus lélek vagyok, szóval szeretem az ilyen limonádé könyveket, úgymond. Viszont abban a könyvben szerintem nagyon-nagyon sok érték van, az a címe, hogy az utolsó dal. Ez is egy kicsit így a zenéhez kapcsolódik, így a család szeretete, betegség. Tehát, hogy úgy minden van abban a történetben, és nekem az sokat jelent. De ami most nagyon tetszik, az a legbelső félelem. Kedvenc számok, vagy számokat, amiket küldesz barátoknak, ismerősöknek? Annak ellenére, hogy már nem annyira új, még mindig előveszem. Halsey-től a Hurricane című dal, tehát hogy az nekem egy ilyen iszonyú erős. Maroon 5, She Will Be Loved, azt is nagyon-nagyon sokat hallgatom. Várjál, O Wonder zenekartól Without You című dal, és akkor kéne még valami magyar. Legyen egy magyar. Belga. Nemzeti hipa. Nem, ja, nem várj, tudom. Nem. Várj, Quimby-től is van okay. Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmi tart, a kutyákat elengem, milyennek a cím, forgószél, elvitte a vihart, mindegy ez. Tehát, hogy én a musicaleket is imádom, én ezt merem vállalni. Mi ment most a... The Greatest Showman. Tessék. Láttad? Nem, még figyelj, nem. Figyelj, azt mindenkinek ajánlom. Szóval, aki szeret, kicsit gics, tényleg, merem vállalni, de nagyon jó. Gyönyörűek a dalok benne, és hát nem véletlenül kapott Golden Globe-ot, szóval jó, nagyon jó. Foghatsz egy óriás plakátot, bármit írhatsz rá, bárhova rakhatod. Mit írsz rá, és hova rakod? Tényleg, ezt szoktad kérdezni, és ott is elgondolkoztam ezen, hogy vajon mit válaszolnék. Például volt egy ilyen tök vicces, ez biztos marketingből tudod, egy srác, aki munkát keresett, és akkor csinált egy óriás, erre költötte az összes maradék pénzét, hogy megyetek fel dolgozni engem. Na, tehát, hogy valami kreatívat csinálnék, csak erre több idő kell, hogy valami olyat kitaláljon az ember, ami tényleg ütős. Tehát valószínűleg valami olyan, lehet, hogy a kedvenc idézetemet megtalálnám, és kitenném rá. Nem tudom. Vagy valami szimbólumokat, ilyen illumináti szimbólumokat. Napodnak az első 30-60 perce. Rutinok. Nehéz. Azok nehéz pillanatok. Nehéz. Nem vagyok egy reggeli ember. Tehát az első 30-40 perc az abból áll, hogy megpróbálok kikelni az ágyból. Okay, nem. Szóval felkelek, fogatmosok, sajnos
nem. Felkelek, megfogom a telefont és átpörgetem, hogy mik az újdonságok. Ez az első, az biztos. De előtte azért köszönök a barátomnak. Ezt akartam kérdezni, hogy legalább, hagyjál már békén most az Instát görgetem. Nem, tehát előtte köszönök a barátomnak. Jó reggelt, hol a telefonom? Átpörgetem? Ja, ezért köszönsz neki, addig a telefonomat. Nem, igen, átpörgetem az újdonságokat, reggelizem, reggeli közben is sajnos vagy beszélgetünk, vagy ha nincs otthon, akkor így ott van a laptop, és vagy így már elkezdek e-mailezgetni, dolgozgatni, megnézek néhány interjút, felkészülök valamire, vagy nincs ott a laptop, de ez ritkább, szóval sajnos, mert így reggel egyből elkezdem a teendőimet, és jobb lenne, hogyha előtte úgy rendbe tenném a környezetemet, meg mindent, aztán felöltözöm, nem tudom, elkészülök, és indulok az utamra. Mész a napodra. Van remény, ezt magamra tudom mondani, mert én borzasztó lusta vagyok, gyűlöltem mindig is fel. Nem szeretem beágyazni például. Soha életemben nem ágyaztam be, egészen addig, amíg nem olvastam egy amerikai ilyen nagyon nehéz katonáról, aki Afganisztánban volt, és azt mondta, hogy nézd, én minden reggel beágyazok, mert ha a legrosszabbul sikerül a nap, és az ő esetében azt mondjuk lelövik, ugye, akkor is legalább beágyaztam. Igen, nekem meg a déd nagymamám mondta ezt, vele egyszer találkoztam, tehát nem nekem mondta személyesen, hanem így családból volt ez a gondolata, hogy mindig rendbe kell rakni a lakásunkat, mert sosem tudhatjuk, hogy ki érkezik hozzánk vendégségbe. Gyönyörű mondás. Ha bármit tehetnél a világon, minden erőforrás a rendelkezésedre állna, mit csinálnál? Mindenkinek adnék talán lehetőséget. Tehát, hogy szerintem ez egy tök fontos dolog, hogy nem arra gondolok, hogy mindenki legyen egyenlő, mert ezzel nem biztos, hogy egyetértek, mert... Az egyenlőség nem jó. Nem. Tehát, hogy valaki, hogyha nem dolgozik, nem akar tenni a dolgaiért, vagy hogy előrébb jusson, akkor nem tudok vele mit kezdeni, de egy kezdő lehetőséget mindenkinek adnék, hogy itt van egy telefonszám, amire mindig is vágytál, vagy itt van az ember, akit mindig is meg akartál ismerni, és mit tudsz kezdeni onnan. Kinyitod az ajtót, menj be, és utána szerintem már az embereken múlik. Ez az ilyen fair play, vagy igazságosság. Igen. De, vagy be fogom tenni, van ez a kép, hogy nem az az egyenlőség, hogy mindenkinek van, hogy ide fel tud lépni, és láthat, hanem mivel más magasságok vannak, más szintű doboz kell. Igen. És az igazságos, igen. És ezt megteremteni mindenkinek. Mert szerintem ez is tök hülyeség, hogy mondjuk mindenkinek adnál pénzt, mert azzal se tud feltétlenül mit kezdeni. Van, aki bemenne az első kaszinóba és eljátszene, van, aki nem tudom, sajnos drogot venne belőle. Tehát, igen, hogyha egy lehetőséget kap, egy olyat, ami az álmai közé tartozik, és utána azzal mit tud kezdeni. Talán ezt tenném, de ez most hirtelen jutott eszembe, úgyhogy még át kéne gondolni, hogy mennyire jó ötlet, nem tudom. Az első ötletek sokszor jó. Van így zárásul bármi üzenetet, gondolatod, akik ezt nézik, vagy akikhez eljut? Én nem gondolom azt, hogy többet tudok bárkinél, vagy úgy üzennem kéne. Én inkább azt gondolom, hogy a személyiségemmel, a dalaimmal és az interjúim azok, amiben benne vannak az üzenetek. Illetve maga ez a beszélgetés is. Tehát, hogyha valaki ezt végignézi, akkor szerintem kiderülnek számára olyan alapvető gondolatok, amiben én hiszek, vagy ami szerint én élem az életemet. Szóval az üzenetem az, hogy kövessék a csatornádat, és nézzék meg ezeket a beszélgetéseket, mert ritka egyébként az olyan tartalom, amiben van érték, és ami nem arról szól, hogy mondjuk 25 random tény rólam, vagy nézzük meg, mi van a táskámban, hanem van valamiféle érték benne, és én ebben abszolút hiszek, tehát, hogy a zeneimben és a hétkor nálamban is, meg mindenben, amit csinálok, törekszem arra, hogy legyen valami plusz, ami miatt érdemes volt megnézni ezt a beszélgetést, és mindenkinek ezt ajánlom, hogy keresse meg azt, amiben nem tudom, talán értéket tud teremteni. És ki tud teljesedni, és ott vagy annak egy példa, és azért is örülök, hogy összehoztuk ezt a beszélgetést, mert itt van egy 20-21 éves fiatal nő, aki ugyanúgy jár egyetemre, maga érte el ezeket a dolgokat, szerintem ez fontos kihangsúlyozni, hogy te tettél, tehát az, hogy Győrből Budapestre oda-vissza utaztál és megdolgoztál, nem azt, hogy most ide beültél. Hogy tudod csinálni a zenei karriered, hogy tudod kibontakozni, hogy mondtad nekem, mesélted, hogy a műsorvezetésbe. Ezt igenis össze lehet hangolni, neked úgy érzed, hogy ez az utad, ebbe is szeretnél menni, és mindenkinek meg kell találni azt, amiben ő maga kiteljesedhet, és ebbe, ha te neked ez, ebbe ez egy jó példa.
Igen, igen, de szépen összefoglaltad, igen. És én is köszönöm a lehetőséget, meg a beszélgetést, tök jól éreztem magam. Nektek köszönjük szépen, hogy néztétek. Mi 2-kor találkoztunk, de a 7-kor nálamat, nem nálam, Boginál. Nézzétek meg, itt van a csatornája mindenféleképpen, hogyha még nem ismernétek, mert ott is nagyon jó beszélgetések, interjúk vannak. Hogyha velem most találkoztatok először, kérlek, lájkoljatok, kommenteljetek, ha bármilyen kérdésetek van Bogihoz, iratkozzatok fel hozzám is, és osszátok meg ezeket a gondolatokat, mert szerintem van értelme. Köszi, hogy itt voltatok. Köszi, sziasztok. Bogi. Sziasztok! Köszönöm szépen!